Sziasztok! Sziasztok! The Father, az apa, erről a filmről fogunk most beszélni, és ezzel megkezdünk egy-két... Folytatunk. Hát a legjobb. Folytatunk? Igen, mert a druk már kijött. Ja, tényleg, igazad van, folytatunk, akkor ezekben a hetekben, ezen a héten néhány Oscar filmet veszünk elő. Megtettük volna már ezt régebben is, de most nyilván egy kicsit jó is, hogy talán ennek az aktualitásnak a jegyébe történik ez. Ezt a filmet elővenni meg, hát úgy tűnik, hogy mindennél fontosabb, ez bebizonyosodott, amint megnéztük a filmet. De ki gondolta volna mi? Azért fanyalogtunk. Én csak nem akartuk ezt annyira elővenni, mert hogy alapvetően az ilyen nagyon öreg emberekről, betegségről, demenciáról szóló téma, semmi humorod nincs, hogy ilyet néz. Hát tény az, hogy erre nehezen veszük rá munkra, társul, neked ez egy nagy veszőparipád, a Gyuri öreg ellenes. Nem, de néhány videóban már előkerült az a téma, csak ezzel ugye. Igen, általad. Miért? Azért, mert néhány videóban bedobod ezt, mint egy ilyen tényt, hogy a Gyuri utálja az öregeket, meg az idős nőket. Van még valami bajod? Nem, semmi. Jó, ez csak ugratás. Na, az a lényeg, hogy itt viszont ezt tényleg nem bántuk meg. Egy cikkben én találkoztam már azzal, hogy ezt meg kell nézni, ezt a filmet, mert az Anthony Hopkins élete alakítását nyújtja benne, pedig nem akármilyen élet van mögötte. Igen, erre is ki fogunk térni, de hát minden szempontból fantasztikus volt, hogy ezt a filmet megnéztük, és csak ajánlani tudjuk igen. Mindenkinek. Nekem most ez egy nagyon-nagyon fontos film lett, és instant klasszikus lett, és azt kell mondjam, hogy fölvettem a saját film panoptikumomba. Igen, ez abszolút best of, és egy a maga nemében egy hibátlan film, és egy kicsit virtuóz film is, nem? Szerintem is. Tehát, hogy szerintem ez egy rendezői bravúr, ami azért is érdekes, mert a csávó, aki rendezte, az semmit nem rendezett még. Így van. Ugye ezen is ki szoktunk akadni, például amikor megláttuk, hogy a Mortált kirendezi, vagy ezt, ja. Vagy azt kirendezi. Hát, hogy én nem tudom, hogy lehet elsőre ilyet csinálni, de azért nem semmi. Nagyon jó. Első filmes rendezésnek, ez a Florian Zeller, csodálatos. Én az is örülök, hogy ezt szóba hozod, mert a Gyuri nálunk a rendezésbe a kijáratosabb, és én nyilván nem is értek annyira ahhoz, hogy most egy rendező, tehát nyilván egy-két fogást ismerek, de jó, hogy kiemelted, mert én is sejteni véltem, hogy igen, hát hogy ezt azért nem mindenki feltétlenül így csinálná meg. És külön érdem, hogy ez egy kamarafilm, tehát én szerintem ez egy színházi darab is lehetne, tekintettel arra, hogy kevés és szűk helyszínen vagyunk, és nem csodálkoznék, ha ez egy színdarab is lenne vagy lesz. De nem lehetne így megcsinálni. Nem pont. Tehát itt a jelenetből jelenetbe, embertől emberig olyan okosan csinálja annyira. Nagyon tökéletesen. Fantasztikus, fantasztikus. Mert hogy miről is van szó, van nekünk egy Anthony nevű öreg emberünk, tökre ültem, hogy az karaktert is Anthonynek hívják, mindig szeretem, amikor ugyanúgy hívják a karaktert, mint a színész. És hát Anthonyról azt tudjuk, hogy idős, és hát valamilyen fajta demenciával küzdhet. Annyit tudunk róla, hogy nagyon vissza akar utasítani a lányának a felajánlását, az ő vigyázására, illetve hogy segítséget kapjon valamilyen ilyen felvigyázótól, vagy egy ilyen asszonytól. Hát tagadja azt, hogy szüksége lenne rá. Így van, így van. Tipik és viselkedés egyébként. Igen, de nagyon kicsit az is van benned, hogy elkezded nézni, hogy szórakoztató, tehát humoros is a bácsi. Igen. Ugyanakkor félelmetes is. Nagyon félelmetes, de nagyon vicces is. Nagyon. És tehát, hogy valahogy e között a három stádium között ugrálsz, hogy hol félsz tőle, igen. Hol nevetsz rajta, hol meg rettenetesen számolod. Igen, nagyon sajnálod. Ugye? Nagyon sajnálod, amiért úgy van az egésszel együtt. És a bravúr itt kerül elő a filmbe, hogy nem tudod, hogy ki kicsoda, ugye? Tehát, hogy itt nem tudod, hogy mi zajlik a filmben. Így van. Igen. Esetleg hallucinál valakit, nem? Vagy hogy de ez még vett hozzá, hogy még a színészek is olyan, egyik-másik színész olyan baljós, olyan gyanús. Úgy nem tudod eldönteni, nem tudod őket hova tenni. Hát gondolj bele, előjön a Rufus Sewell, vagy Sewell. De nem is ő a legjobb, hanem a másik csávó, aki igen? A bankár volt igen, Westerosi igen. Bankba, tudod? Tényleg. Vagy nem Westerosi, mindegy, Bravosi. A Bravosi Bankba. Tényleg, innen volt olyan. És ő volt a Sherlocknak a testvére, ő volt a Benedict Cumberbatch. Így van. Az Ábel szokta volt mondani, hát, a testvére az angol Sherlock holozatban. Pontosan. Így van, nagyon-nagyon-nagyon jó, mert elveszünk a filmben, nem tudjuk, hogy mi van, nem tudjuk, hogy most az öreg bácsinak az elméjében vagyunk, vagy abban a szobában vagyunk, ahol ő él. Fantasztikus színész a lánya is, szerintem remek alakítás, mint a lánya. Szerintem jól áll neki ez a szerep, én ezt...
Jó, hát az, hogy fantasztikus színész, az Anthony Hopkins számomra inkább egy fantasztikus színész. Bocsánat, én lánya, ez alapján mondom. A lánya egy nagyon jó, stabil, jó színész, de ez egy olyan szerep, ami pöccre jól áll neki. Ja, én nem is nagyon ismerem őt. Jó. Egy-két helyen láttam. Ő is kapott már ugye Oscart, azt hiszem. Ő kapta a kedvencér, ő volt az, a királynő. Ja, tényleg ő a királynő, hát most de én ettől függetlenül nem vagyok tőle elszállva, tehát hogy ja. Ez egy na, nagyon testre szabott szerep. Nagyon jó volt. És közben megkapjuk ebben a filmben azt a tartalmat, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos nekünk, hogy hát figyeljünk az öregségre, figyeljünk az öregekre és az öregségre, és hogy minden empátiánkat ráirányítja ez a film erre a létállapotra, amiben így vagy úgy, de meg fogunk érkezni, ha elélünk odáig, tehát ebben mindegyikünknek lesz része, aki megéri ezt a kort. Nem biztos, hogy demenciával kell küzdenünk, de valamilyen módon találkozunk ebben a létállapottal, és szerintem nagyon jó, hogy ez a film ez megmutatja nekünk ezt, és hát nagyon sajnálatra méltó lesz ez igen. A bácsi. Igen, egyre rosszabb nézni ezt az egészet. Nagyon. Egyre jobban elveszel az emlékek meg a valóság közötti határon, tehát hogy folyamatosan ott táncol, és így nem lehet már tudni, hogy mi van, és ebben sajnálod meg leginkább, ebben a kétségbe esett egyedül nagyon. Létben. Ő annyira magára marad abba a saját igen. Észlelésében, nem? Igen. Tehát, igen. Hogy már a végén nem tudja, hogy mi van, nem tudja, hogy kikivel van. Ez szörnyű. Nagyon. Ez nagyon, szörnyű. Nagyon. És többször elhangzik a filmben, hogy mi lesz velem. Ugye? Tehát mondja többször, hogy mi lesz velem, és nem önzésből mondja, hanem hát az ember, ahogy hogy elveszíti a fogóckodókat, ugye folyton vannak visszatérő dolgok, nem tudja, hol az órája. Pedig ő rakja le, hát tudjuk, hogy ő rakja az óráját. De azok jó humorforrások az órája. Igen, de közben azért nagyon durva, hogy csapdába esik a megrögzöttségeiben az idős ember. Ezt egyébként aznál is látjuk, aki nem demens. Tehát annál is látszik ez, aki idősödik, de már látszik azt tudod, hogy vannak ezek a körök, ezek az ilyen rigolyák, rutinok, és hogy ugyanaz, hogy igen az órája, igen, igen, de hogy közben a szellem friss akarna maradni, mert látszik nála is, hogy azért akarna ő, és ő nem akarja, hogy őt úgy kezeljék, mint egy beteget, és közben jogos ez, tehát hogy biztos... Tehát, hogy egy ilyen embernek rettentő terhes a társasága, egyszerűen csak ja. Baj van vele, tényleg. Hát igen. Igen, ez egy ilyen, hát ez egy, ja, nem tudom, hogy erre mit mondjak, ez, ja. Nem tudom, hogy mi a megoldás erre a mai társadalmunkban, igen. Mert igen. Régen az emberek, a generációk együtt éltek, 3-4 generáció együtt, uh-huh. És akkor mindig volt valaki, aki figyeljen mindenkire, uh-huh. És úgy nem volt ez annyira gáz. Uh-huh. De most ez már nincs. De különben ezen túl még egy másik padhelyzetbe is átvisz minket a film. Jó is, hogy mondod ezt, mert azt akartam mondani, hogy az egyik nézőpont, az egyik szemszög nyilván az Anthony Hopkinsé, másik meg a lányáé, hogy hát mit csináljon. És itt egy padhelyzet van, mert itt nem csak arról van szó, hogy simán van egy idős ember, hanem van egy idős ember, aki már azért veszélyt jelent, talán magára is egy és kicsit. Ijesztő is, jó. És ijesztő is. Ami nekem többször megfordult a fejembe, hogy most... mitten kést ragad, és valakit így elhentel. Hát igen, benne volt tehát, ez. Benne van minden tulajdonképpen az, hogy fölgyújtja a házat, bármi megtörténhet. Hát jó, talán ott ér henteléstől nem tartottam, de nyilván van itt egy kritikus állapot. Na, csak Ábel, én beleláttam abba a kétségbeesésbe, hogy ő nem tudja, hogy mi történik. Tehát az, amikor ő nem ismer föl valakit, ja, az nagyon rossz. Hogy ott van a házában egy idegen, persze. Akkor reagálhatna úgy is, hogy persze. Neki megy. Hát én fölírtam magamnak, most már igyekszek így a filmnézés közben egy-két jegyzetet készíteni, most, hogy nem moziba vagyunk, most meg tudom ezt tenni. Ne felejtsek el néhány gondolatot, hogy én azt írtam, hogy ez egy öregedési kamara horror, egy-két percben nem, mert egyébként amikor jön hozzá a carer csaj, nem tudom magyarul, hogy ez a ápolónő, hát az félelmetes. Gondozó. Hogy megtetszik neki ugye a lány, plusz jaj, emlékeztet. Jaj, nagyon és azért csak kikitör az Anthony Hopkinsból a régi Hannibálos ijesztő arc. Igen, de még másabb. 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 Ez igaz. Itt most ezt más. Ki kell hangsúlyozni. Itt most más egy kicsit. És akkor itt egy kicsit beszéljünk arról is, hogy tényleg... Nagyon rossz. Nagyon jó. Igen, de a Hopkins itt egyébként bebizonyítja, hogy a velünk élő egyik legnagyobb színész. Most néhány kritikusnál olvastam, és én is hallottam rá, hogy volt egy-két filmje, ami hát ilyen futottak még film volt, amiben ő magát hozta. Tehát ezt a idős, vagy bölcs, vagy ijesztő. Jó, vagy meg vannak allüriei is. Vannak allüriei. Az ijesztegetésre is megvan igen. A bejáratott sémája, de mégis most akkor is most más volt. Most más nagyon volt. Más volt. Ezt most úgy nagyon sokféle volt. Nagyon, itt. Nagyon. Ezt most úgy nézzétek, hogy ő itt most egy olyat alakít, amit nem láttunk se tőle, és talán mástól se nagyon, majd még mondunk itt filmreferenciákat, de ez most egy nagyon egyedi, és hogy ő így az időskorában biztos belevitte a saját félelmeit is az időskortól, én nem tudom. De pazar. Pazar fantasztikus.
Hát néztem, és tényleg, most ilyet már azért régebben éreztem, tehát pont a Mads Mikkelsennél, leesett az állam. Nekem is, de tehát így párhuzamban az alakításától, igen. Mellette ugye az összes többi színész is nagyon erős volt, meg a rendezéstől. Nagyon. Tehát, hogy ugye az egésztől, ez annyira virtuóz ez a film, nagyon. És ami a legnagyobb erénye az az, hogy tényleg az első perctől fogva végig annyira fenntartja az érdeklődést. Teljesen. Egy pillanatig nem untam, tökre igen. Rá voltam fókuszálva full a filmre. Full fókusz. Ez pedig a... hát a témából nem kéne, hogy ez következzen. Nem. Ugye? Nem, mert egyszerű dologról van szó. Tehát valójában egyszerű téma az, hogy azt mondom, hogy egy öreg bácsi küzd a saját emlékezett kiesés szerűségeivel, illetve hát ilyen demességével. Illetve hogyan megy a környezete idegen. És hogy így van, és a környezete, hogy viszony hozzá, ez egy full egyszerű, ennyiben leírható téma, mégis elképesztő dráma. Akkora dráma, hogy leesik a képről. Igen. Nagyon jó. És hát én hadd emeljem ki azt, mert nagyon tetszett, hogy én imádom a komoly zenét, én szerettem gyűjteni, amikor még kellett gyűjteni, ugye nem volt a YouTube. Akartam kérdezni, ez mi volt? Jaj, na, hát több is. Volt a Normából egy részlet, meg volt egy, amit nem ismertem, egy ilyen kamaradarab, meg kell majd néznem, hogy kiírtam, mert elfelejtettem, volt Purcell is benne, de olyan szépek voltak, nem? És annyira illettek. Igen, de ezeket használja gyakran, tehát én ezeket mindegyiket felismerem. Részben hallásból. Igazad van. Az egyiket igen, de az egyiket, azt én még soha nem hallottam. Lehet, azt, amelyikben az a csávó énekel. Az egy dal, nem tudom kinek a dala, majd megnézzük, nem Schubert volt. Nem tudom, én úgy éreztem, hogy mindegyiket hallottam. Én, hát lehet, hogy te hallottad, én az egyiket biztos, hogy kicsit nem. Olyan ez, mint a Claire de Lune. Most nem az, hogy elcsépelt, csak szeretik azért a Claire de Lune-t sok filmben lőni például. Igazad is van, meg nem, mert nagyon sokszor vannak komoly zenei témák, amik előkerülnek, de mondom, itt azért én az egyiknél nem éreztem. Meg hát a Norma is, nem tudom, talán a Szerpikóba volt, vagy egy-két helyen, de azért talán olyan sok helyen nem. De jó volt, nem? Nagyon. Eszembe juttatta egy kicsit a hangulatát az In Bruges-nek, nem tudom miért valamiért, mert egy kicsit vagy ilyen kicsit ilyen lassabb is volt néha, meg valamiért, ahogy nézett ki az ablakon az Anthony, nem tudom, mi jutott eszembe, viszont eszembe jutott az öregség kapcsán, láttam egyszer Madridban, teljesen véletlenül egy moziba, ott sem nem bírtam megállni, ezért mindig mentem moziba, pedig drága volt. Meg ugye hát nem is mindig értettem. Mindegy, az Elégia című filmet láttam a hogy hívják azt, aki a Gandhit alakított, a színészt, a Sir Ben Kingsley-nek, a Gandhi. Azzal a spanyol színészt. Igen, igen, pontosan a... Basszus, nem igaz, hogy nem ugrik benne. Jézus, Penelope Cruz-szak. Penelope Cruz-szak, és ez egy nagyon szép, megható film. Egy nő rendezte, egy híres, azt hiszem, talán barcelonai nő, és ebben van a Ben Kingsley-nek egy mondata, ami nagyon szép, hogy az öregek, hogy nem értik őket a fiatalabbak, mert hogy belül ők nem feltétlenül öregedtek meg. Tehát a szellemük épp, csak hogy kívülről nyilván ez, és ez a film. Én ezt egyszer a Facebookon láttam, nem ezt, hanem egy ezzel kapcsolatos dolgot, egy öreg bácsinak a levele, uh-huh. Egy ápolónőjének. Uh-huh. És már mit tudom, ilyen rettenetesen öreg bácsi volt, és adott egy levelet az egyik ápolónőjének, amiben elmondja ezt, hogy az ő lelke ugyanolyan. De ugyanúgy ott fut a mezőkön, és hogy ezt nem érti senki. Na hát. Igen, ez egy jó szar dolog. Hát igen, és azért is jók ezek a filmek, mert egyrészt nyilván most nem készülünk erre, de gondolkozunk ezen, másrészt talán segít, hogy viszonyuljunk az idősebbekhez, akik hát azért a világot, amiben élünk, ide hordozták, meg ők vitték eddig előttünk. Mindenképpen érdekes szerintem, és nagyon sok gondolat van benne. És most nem akarok spoilerezni egyáltalán, de a film legvégén van egy, van még egy karakter, aki, hát nem is tudom, nehéz megfogalmazni, hogy mit tesz. Az angol nyelvben van a mercy szó. Uh-huh. Nekem az illik ide, igen. Mert hogyha azt direktbe lefordítod, akkor aztán nem fejezi ki magyarba, vagy hogy mondjam, több szóból raknám össze azt, ami ott történik a film legvégén, tehát a szeretet, akkor a törődés, gondoskodás, a kegyelem. És ezekből gyúrnám igen. Össze azt, ami ennek a filmnek a legvégén zajlik, és ami igen. Annyira lélekemelő. Nagyon. Az már nagyon. Egy olyan szint, olyan döbbenet a filmnek a vége. Már csak beszélhetnénk róla bővebben, de nem akarom elszporozni egyáltalán. Nem is baj, azért ne is beszélj róla, mert nagyon örülök, hogy mondtad, mert majdnem elfelejtettem. Öregem, a végét. Az ott mi? A vége a filmnek gyakorlatilag egy vers. Tehát ez a film ott olyan szinten válik líraivá, hogy amit mond az Anthony Hopkins, és ami ott történik, és nagyon jól kiemelte ezt a karaktert, és nem mondtál egy szót, direkt vártam, és örülök, hogy nem mondtad, mert talán az közel visz minket, mert ez irgalom van benne. Igen, ez. Irgalom van benne, igen. És az irgalom testesül ott meg, igen. És nagyon, nagyon jó. Tehát ott, és azért most már egy ideje nem volt ez velem, ott elérzékenyültem, mert az tényleg nagyon szép. Az nagyon szép. Tehát ennek a filmnek a vége az
egészen parádés. És igen, tehát itt egy olyan emberi nagyság mutatkozik meg a végén, igen, amire nem tudom, hogy képesek lennénk-e mi most jelenleg, vagy nem tudom, szóval, hogy az egy nagy, igen, az fölkenőni, igen, az igen, elképesztő. Én is így gondolom, abszolút így gondolom. És egyébként ugye az a rossz még ebben az ilyen szintű leépülésben és öregségben, hogy az ember annyira egyedül marad, és kicsit visszamegy, szokták ezt mondani, hogy az ember visszafejlődik, visszamegy csecsemőbe, és ugye mondtad ezt, hogy ez nem önzés, persze jó, nyilván nem önzés, de nagyon olyasmi a megnyilvánulása, tehát hogy az öreg ember a végén annyira egyedül marad az őt körülvevő világgal, hogy visszanyúl oda, ami a legrégebben és a legbiztosabb pontja volt, az anyjához. Igen, igen, a mama, igen, tudod? Igen. Tehát, hogy ilyenek elhagyják az ember száját végső kétségbeesésében. Egyébként hasonló dolog történik sok gyilkosságos filmnél. Emlékszem, a Mafiózók című sorozatban volt ez, hogy amikor valakit ki akartak nyírni, és így elkapták, és már tudta, hogy őt megfogják ölni, és könyörgött, akkor a végén így az utolsó szavai azok ezek voltak, hogy ne, anyu, ne! Milyen érdekes, tehát, hogy visszanyúlsz ahhoz, ami a legbiztonságosabb pont. Persze. Hát ennek egészen bagatell megjelenése, de azért szép a Watchmenbe, amikor az elején megöli a Ozymandias a komédiást, akkor a komédiást. A Negant mellesleg. Igen, a Negant. Mother forgive me, azt hiszem azt mondja. Ő is az egyik, ez az utolsó mondata, talán nem teljesen véletlenül jutott eszembe erről, amit mondtál, de nagyon jó. És különben olyan fantasztikus ez a befejezés, hogy itt már majdnem nem vettem észre, mert annyira beleívódott, és én magam annyira egyéváltam a filmmel, de hát amit itt csinál az Anthony Hopkins a végén, az... Hát az nem a egy oszkárdi... Nem, az tényleg fantasztikus. Igen. Nyilván más, mint a Hannibal Lecter. Teljesen a Hannibal Lecter is egy csúcs, egy döbbenetesen csúcs, szélsőségesen igen, erős alakítás, de igen, ez is megrázó. Szép, tehát megrázó. Annyi érzést kivált az emberből, hogy döbbenten nézed őt, nem? Így van, libabőr, teljes libabőr, és éppen ezért nagyon boldog vagyok, hogy ő kapta az Oscar-díjt annak ellenére, hogy én nyilván sok filmet talán nem láttunk ebbe az évben, ami Iránba, Üzbegisztánba kaphatott volna Oscar-díjat, tök mindegy, teljesen megérdemelt, sőt, én azt mondanám, hogy ez már nekem tekintettel arra, hogy 100-nál több kreditje van a Sir Anthony-nak az IMDb-n, és hát tudjuk, hogy mit tett ő az életébe le az asztalra, még zenét is szerzett. Ez nekem egy ilyen életmű Oscar-díj, tehát, és nagyon megérdemelt, úgyhogy végtelen boldog vagyunk, hogy ez ilyen jó helyre ment. Likewise. Helyes. És ez a film kötelező. Nem csak nézzétek meg, hanem vigyétek hírét máshova, vagy egyszerűbb, ha belinkeltek minket mindenhova. És akkor a zárásnál pedig engedjétek meg. Eszembe jutott a film közben, hogy a gimnáziumba, ahova jártam, teljesen véletlenül ugrott be, és ezért vagyok olyan hálás ezeknek a filmeknek. Az irodalom tanárnőnk, akit nagyon-nagyon szerettem, felolvasott egy Vörös Sándor verset, amit én nem is ismertem, és ráadásul általában ezt a Vörös Sándor 15 évesen írta, ami talán így is egy kuriózum, és full véletlenül teljesen erről szól. És mondom, beugrott, bekattant, és mondom, ezt elhozom ide is, hogy nézzük meg, úgyhogy búcsúzunk el ezekkel a szavakkal. Olyanok ők, mint ki utazni készül, és már csomagol. És néha, hogyha akkezük játszik egy szőke gyerek fejen, tán fáj, ha érzik, hogy a két kézre, dolgos kezekre, áldó kezekre senkinek sincs szüksége többé. És rabok ők már, egykedvű álmos, leláncolt rabok. 70 nehéz év a békjó karjukon, 70 év bűne, baja, bánata. 70 nehéz évtől leláncolva várják egy jóságos kéz, rettenetes kéz, ellentmondás nem tűrőkész parancsszavát, no gyere, tedd le,